Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dalos Zoltán vagyok, és folytatjuk az interjú sorozatot. 96. epizódnál járunk, közelítünk a 100-hoz, és a mai vendégem Máté Albert lesz, aki leginkább B2B területen segít értékesítőknek, hogy hogyan legyenek eredményesebbek, hogy használják jól a közösségi médiát, hogyan jussanak be döntéshozókhoz. Ezekről fogunk beszélgetni, csapjunk is bele. A mai videót a Qubes támogatta. A Qubes 2021-ben nyitja meg kapuit az Árpád hídnál található Agora Budapest irodaházban. Itt rugalmas megoldásokat kínálnak minden vállalkozás igényeire szabva. Rövid távra, akár 6 hónapra is lehet irodákat lekötni, ami ebben a jelenlegi bizonytalan helyzetben egy óriási előny lehet. Könnyen átméretezhető irodák, felszerelt tárgyalók, konyhák és közösségi terek várják az érdeklődőket. A Qubes tökéletes választás közepes vagy nagyobb méretű cégek számára is. Az elérhetőségeket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Szia, üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, nagyon szívesen, örömmel jöttem. És pont most vissza kellett tekerni az időt, hogy hol is találkoztunk mi először, de ugye 2011-12 környékén egy ilyen coaching program kapcsán találkoztunk az egyik. Egy üzleti rendezvény. Így van. Így van egy közös ismerősünk, ő mutatott be egymást. Így van, pontosan. És ugye pont itt a felvétel előtt beszélgetünk arról, hogy értékesítéssel foglalkozott trénerként, de te is voltál előtte alkalmazott. És mi a rövid történetet? Hogy sikerült kilépni az alkalmazotti lét börtönéből, idézőjelbe? És mik voltak a nehézségek itt a vállalkozás indítás elején? Ugye ez most már akkor 7-8 éve fut a saját vállalkozásod. Igen, igen, ez így van. Én egyébként IT mérnök vagyok. Aha. IT mérnökként végeztem. A standard megoldással elmentem egy IT céghez dolgozni, fejlesztőnek. És ez 98-ban volt, és ahogy ott programoztunk egész nap, egyszer csak figyelmes lettem arra, hogy megérkeztek valami idegen emberek az irodába hozzánk. Megkérdeztem a főnököt, hogy kik ők, mondta, hogy hát ők az ügyfelek. Uh-huh. És akkor így figyelmes lettem, jaj, hát ugye ez milyen érdekes, és kellett az ügyfeleknek prezentálni egy megoldást, úgyhogy kerestek egy olyan fejlesztőt, aki szívesen prezentál. Tehát a programozók nem arról híresek, hogy nagyon extrovertáltak, úgyhogy én jelentkeztem, hogy szívesen prezentálni. Úgyhogy jól sikerült a prezentáció, az ügyfél kitalálta, hogy segíteni kellene nekik a bevezetés során. Úgyhogy kihelyeztek az ügyfél irodába, honnan egy csomó információt szereztem. Ezeket az információkat megosztottam cégen belül, és aztán szépen lassan átmentem az értékesítés területére. Közben volt egy kitérőm, kimentem Németországba, az Ericsson nevű céghez, ott dolgoztam 5 évet. Hazajöttem, a Nokia Networksnél dolgoztam 5 évet szintén értékesítőként, majd voltam értékesítési vezető. Aztán 2009 magasságában elmentem egy francia céghez ügyvezetőnek, nagyon szerettem volna az iparnak is dolgozni, úgyhogy volt erre egy lehetőségem, és aztán 2013-ban váltottam. Ugye menet közben én elkezdtem egy ilyen vállalkozó fejlesztői programot, ahol egyébként mi is találkoztunk, és hát az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy mentálisan át kellett váltanom az alkalmazott gondolkodásmódból a vállalkozói gondolkodásmódba. Hiszen a multi világ egy másfajta gondolkodásmódot igényel, mint a vállalkozói világ, úgyhogy ezt kellett megtanulnom, ezen egyébként a coaching programon sikerült egyébként egy csomó vállalkozóval megismerkednem, hallottam egy csomó történetet, tapasztalatot, és akkor szépen lassan 2013-ban elkezdtem vállalkozni, megismertem a vállalkozói lét. És onnantól indult az örömeit és nehézségeit. Abszolút. Viszont a 98-ban kezdtél el dolgozni, akkor akárhogy is számolom, jóval fiatalabbnak nézel ki, mint. Köszönöm szépen. mint amennyire. Igen. Mennyire okozott ez nehézséget amúgy az elején, mondjuk, hogy fiatal voltál, meg még fiatalabbnak is néztél ki, gondolom már akkor is. Ez igen, mennyire igen. Okozott nehézséget így a bejutásnál, meg olyan döntéshozókkal való tárgyalásnál? Ezt hogy használtad? Mert szerintem ez sokaknál probléma, főleg aki úgy borotválkozik. Igen, jó kérdés. Az első nehézség egyébként, amíg a Nokia Networksnél, amikor kineveztek szélszvezetőnek, ott volt egy átalakulás cégen belül, kaptam egy lehetőséget, a német főnököm egyszer félrehívott, és mondta, hogy Albert, lenne egy
lehetőség, te lennél a sales vezető. Mondom, micsoda, én? Miért? Aztán kaptam egy nagy leszúrást, hogy mi az, hogy a főnököd felajánl neked egy kinevezést, te meg elkezdesz ezen gondolkozni. De akkor jött az első kihívás, hogy olyan döntéshozókhoz kellett elmennem tárgyalni, akik nálam nemhogy idősebbek voltak, de jóval komolyabb tárgyalók is. És akkor szembesültem azzal, hogy igen, nagyon fiatalnak nézek, jaj, hát mit tud ez a fiatal nekünk mondani, de aztán rájöttem arra, hogyha jók a szakmai értékeim, jól értékesítek, jól kommunikálok, akkor utána elég gyorsan ez már nem jelent egyébként akadályt. De az elején valóban meg kellett küzdenem azzal, hogy megfelelően pozícionáljam magam. És egyébként a nagyfőnök mindig mondta, az a német nagyfőnök, hogy Albert, pozícionáld magad, ez nagyon fontos. Tök jó. Úgyhogy de egyébként valóban. Igen, mert sokan élnek azzal, én ugye borostát növesztettem, 25 évesen körülbelül, van, aki tényleg a szemüveget hord amiatt, hogy komolyabbnak nézzen. Szerintem ez, amúgy ez mennyire csak egy ilyen kis off-topicként, ez mennyire jó, hogyha ilyen trükköket vetünk be, vagy attól még lehet-e ugyanúgy önazonos a személyiségünk, hogy kis töregítjük magunkat, tehát mondjuk ezt szoktad például javasolni így a ügyfeleknél, vagy tök mindegy, nézzen ki úgy, ahogy csak szakmailag legyen oké. Mit szoktál mondjuk erre javasolni? Hát én azt gondolom, hogy mentálisan dől el ez a kérdés. Tehát, hogyha az értékesítő elhiszi magáról, hogy képes arra, hogy egy szinten tárgyaljon a döntéshozóval, akkor ez nem jelent problémát. Tehát ez a hitnek a kérdése. De természetesen a megjelenés az fontos. Tehát a professzionális megjelenés a megfelelő helyen, megfelelő időben az nagyon fontos, de szerintem az a pozícionális fejben dől el. És hogyha az értékesítő elhiszi magáról, akkor képes is rá, ha nem, akkor meg valószínűleg nem. Nagyon érdekes, mindjárt vissza is könyörödünk magára a sales finomságaira. De előtte még maga a vállalkozás indításra nagyon kíváncsi vagyok, mert itt azért a nézők meg a csatorna követői között nagyon sokan vannak, akik tényleg az első lépéseket teszik meg. Igen. Hogy mik voltak itt tényleg az első pár évnek a kihívásai, és hogy így kezdő vállalkozóként mikkel találkoztál, és mik voltak azok, amiket meg kellett ugrani? Hú, egy csomó akadály volt. Hát igazából ugye az új ügyfélszerzés volt az első. Tehát amikor kiléptem a multivilágból, én azt gondoltam, hogy könnyű lesz majd értékesíteni, hiszen a multivilágban is jól tudtam értékesíteni. Igen, de akkor volt mögöttem egy komolyabb brand, volt egy komolyabb pénzügyi háttér, minden eszköz adott volt, vállalkozóként nem volt semmi, úgyhogy senki nem tudta, hogy ki az a Máté Albert Eduard, el kellett kezdenem trénerként sikeresnek lenni egy olyan pályán, ahol már egyébként volt egy csomó sikeres tréner. Úgyhogy meg kellett találnom azokat az értékeimet, amikre építeni tudtam ahhoz, hogy megkülönböztessem magam a piacon lévő többi trénertől. És ugye az ezek, hogy mit találtál magadnak, amire fókuszáltál akkor? Hát ugye azt láttam egyébként, hogy ez a B2B sales, vagy a szakmai sales, vagy a solution sales, ez nem egy annyira lefedett terület, tehát hogy nagyon sok értékesítési tréner, főleg általános értékesítésről beszél, és rájöttem arra, hogy a múltamból adódóan ismertem, vagy tudatában voltam olyan módszert annak, ami nagyon jó a közép is nagyvállalatoknál, és főleg az olyan értékesítőknek segít, akik ilyen szakmai termékeket, műszaki megoldásokat értékesítenek. És akkor erre kezdtem el egyébként építkezni, de az új ügyfélszerzés ettől függetlenül még nagy kihívás volt. Fogtam a telefont, elkezdtem, egész nap telefonáltam, írtam, elkezdtem számolni a statisztikákat, egy papírra fölírtam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, jaj, fölvette a telefont, de jó, és akkor így húzogattam a strigulákat, úgyhogy így indult. Hát igen, ugye van az a mondás, hogy ugye mindenki utálja, hogyha el akarnak neki adni valamit, de mégis mindenki imád vásárolni. Persze. És meg a másik megközelítés ugye az, hogy az értékesítés az ugye arról szól, hogy találd meg azt a 9 nemet, igen, vagy 99 igen. nemet, mert ott lesz utána egy igen. Igen, de hogy szerinted miért ennyire nehéz, és miért fázik mindenki az értékesítéstől? Vagy nem mindenki, de mondjuk az emberek többsége. Az elutasítástól félünk, vagy eleve attól, hogy konfrontálódjunk, eleve attól, hogy emberekkel veszük fel a kapcsolatot. Mi az emberek legnagyobb akadálya szerint? Tehát, hogy jó értékesítők legyenek. Szerintem a kudarcról való félelem. Szerintem ez az első számú akadály. Tehát, hogy attól fél az értékesítő, hogy kap egy elutasítást, és az szétszedi őt mentálisan, meg lelkileg, de hogy egyébként olyan, hogy kudarc, az nem létezik. A kudarc szerintem az egy tapasztalat, és szükséges ahhoz, hogy utána az értékesítő jobb is jobb legyen. Úgyhogy szerintem mentálisan dől el ez is, hogy valaki jó értékesítő lesz, vagy nem.
És az egy értékesítőnek el kell tudnia viselni a nehézségeket, a kihívásokat, a nemeket. Hogyha nem tudja elviselni, akkor valószínűleg nem neki való. Lehet bárkiből szerinted, vagy azért van valamilyen alaphabitusbeli alapkáó kritérium, vagy akár egy introvertáltabb személyiség is lehet jó szélszes szerinted? Sokszor tréningeken van. Már voltam többször is dísztréningen, meg én is tartottam dísztréninget, meg ügyféltípus tréninget, és mindig felmerül ez a kérdés, hogy vajon ki a jó értékesítő, és szerintem nem a személyiség számít. Nyilván vannak bizonyos helyzetek, amikor bizonyos típusú emberek könnyebben boldogulnak, de vannak olyan helyzetek is, amikor más típusú emberek még jobban boldogulnak, de hogy szerintem a motiváció, a hit, a tudás, szerintem ezek fontosabb értékek, mint hogy az, hogy valaki introvertált vagy extrovertált, mert hogy mondjuk egy értékesítő kitűz maga elé egy célt, és azt a célt sokféleképpen lehet elérni, nem csak egyetlen egy út létezik, ahogy mondjuk ha Budapestről el akarsz repülni New Yorkba, sokféle útvonalon lehet. Ugyanúgy az, hogy mondjuk van egy elemzőbb típusú értékesítő, meg egy mondjuk nagyon domináns típusú, vagy egy nagyon kapcsolatorientált, az nem számít, hanem inkább az számít, hogy neki legyen hite, motivációja, jók legyenek az emberi értékei, és akkor neki sikerülni fog. Csak lehet, hogy nem úgy, lehet, hogy egy elemző ember nem ugyanúgy fog értékesíteni, mint mondjuk egy ilyen domináns típusú, mint ilyen hunter típusú értékesítő. Piros, lehet, hogy az elemző is ugyanúgy eljut a célig. Nézzünk egy pár példát, hogy nyilván nem tárazzuk ki a teljes tréningedet, de hogy szoktatok elindulni? Mik azok az első lépések, amivel mondjuk, ha egy tényleg ilyen alapértékesítési tréninget nézünk, és ott van 10-20 ember, mi az első lépés, amivel szerinted érdemes elindulni? Vagy hogyha én szeretném magam fejleszteni otthon külön, akkor hogy érdemes nekiállni? Gyakorlat nyilván, de hogy honnan tudom ezt összegyűjteni, ezeket a tudásokat, hogy tudok a legjobban gyakorolni, és mik azok a készségek, amit elsőként érdemes szerinted fejleszteni? Jó kérdés, tettél fel, meg jó komplex. Itt összetett, igen. Próbáljuk összeszedni. Kezdjük a végén, mik a kezdő lépések, amit érdemes fejleszteni, szóval nem induljunk el ezzel. Ha mondjuk van egy valaki, aki még nem értékesített, de értékesítő szeretne mondjuk lenni. Vagy nem ez volt a fő állása, mondjuk. Igen. Foglalkozott már emberekkel, kommunikált emberekkel, marketinges volt mondjuk, persze. De nem értékesítő volt, és mondjuk mégis szeretne nyitni ebbe az irányba. Szerintem az értékesítési folyamatban van három nagyon lényeges mérföldkő, vagy három nagyon fontos pont. Az egyik pont az, hogy az értékesítőnek képesnek kell lennie arra, hogy eljusson oda, hogy őt fogadják egy személyes találkozóra, vagy mondjuk egy videóhívásra, vagy videómeetingre, mert most már ugye... Most sajnos. Igen, vagy igen, szerencsére, vagy sajnos, ez nézőpont igen, kérdése. El kell jutni erre a pontra. Vagy kapjon egy időpontot egy telefonhívásra, mert ugye sokszor ugye telefonon is értékesítünk, nem csak személyesen vagy videón. Tehát, hogy legyen egy megbeszélt időpontja az adott célügyféllel. Ez egyfajta képességet igényel, egy értékesítőnek ezt ki kell fejleszteni. Meg kell találni, hogy mik azok a módszerek, eszközök, amik az ő számára a legjobbak, és amivel a leginkább el tudja érni azt a célpiacot, ahova ő beszeretne jutni. És hogy figyeljenek rá. Tehát az első mérföldkő, hogy szerezd meg az ügyfél figyelmét. Így van, szerezd meg az ügyfél figyelmét, és juss el oda, hogy legyen személyes találkozó, vagy videó, vagy telefon. Tehát a második pont az az ügyfélnek a megértése, és ehhez pedig fontos az, hogy az értékesítő jól tudjon kérdezni és figyelni az ügyfélre. Tehát, hogyha ad időpontot, akkor utána elkezdenek beszélgetni. Az igényfelmérés az egy fontos fázis, főleg a szakmai műszaki termékeknél még inkább meg kell érteni az ügyfél jelenlegi helyzetét, az ő kihívásait, azt, hogy milyen céljai vannak, mit akar elérni, és ebben pedig az segít, hogyha az értékesítő kifejleszti magában azokat a készségeket, amik szükségesek ehhez. Tehát tudjon kérdezni, tudjon figyelni, tudjon visszajelezni, tudjon kérdéssel válaszolni, tehát ilyenek. És van egy harmadik nagyon fontos pont, az a zárás, hogy meg tudja kötni az üzletet. És ehhez is kell egyfajta bátorság, illetve ismerni kell azokat a technikákat, amiket mert ott főleg ott jön a kudarc, mert addig még az első kettő könnyű, csak beszélgetünk, nem? Igen. De ott jön, amikor igazából megkapja a nemet az ember, az a zárás. Igen. Hát, hogy még az elején is megkapja, hogy köszönöm, nem érdekel, leteszi az ügyfél a telefont, vagy visszaír, hogy köszi, de most az nem. Is igaz, igen, az is egyfajta nehézség, amikor ott beszélgetnek személyesen, akkor ott már sokszor komfortosnak érzik a beszélgetést az értékesítők, de nagyon sokszor látom, hogy nem figyelnek a részletekre, túl sokat beszélnek, keveset kérdeznek, nem mennek bele a részletekbe, nem ismerik meg az ügyfél valós motivációit, és akkor utána meg nehéz zárni
az üzletet. Tehát, hogyha ezek nincsenek meg, akkor a végén kicsit vakon lövöldözik. Tehát szerintem van három alap ilyen képesség, amit meg kell tanulnia, az, hogy jusson el oda, hogy figyelnek rá, hogy értsen meg az ügyfelet, és utána képes legyen arra, hogy zárjon. És ezeket egyébként sok erről meg lehet szerezni ezt a tudást, vannak videótréningek, vannak tanfolyamok, vannak képzések, könyvek. Könyveid? Mesélsz a könyvekről? Hogy születtek meg, hogy mi a fő tematika? Hogy jöttek egymás után? Hogy jöttek a könyvek? Aha. Ja, ugye van négy könyvem, a Bejutás, a LinkedIn titok, a Láthatatlan meggyőzés és a Lépésről lépésre szélsz. Úgy jött egyébként, hogy elkezdtem ilyen kis e-bookokat, meg tudásanyagokat írni, és egyszer csak elmentem egy ügyfelemhez, és mondta az ügyfél, hogy hát, hogy elolvasta az e-bookot, hogy milyen jó, és hogy mi nem írok egy könyvet. Az én realitásomban még nem volt benne a könyv, hogy én most írok egy könyvet. És mert hogy mondta, hogy ők a pénzügyi szférában mozognak, és amúgy ők is írtak egy szakmai könyvet, ők csak úgy odaadják így marketing jelleggel az ügyfelnek. Akkor néztem, hogy ez mekkora ötlet, mentem hazafelé, egész nap ezen gondolkoztam, tényleg kéne írni egy könyvet, és hogy akkoriban nagyon sok ügyfélhez jártam tárgyalni. Az első számú kihívásom volt egyébként vállalkozóként, az volt, hogy az új ügyfélszerzés. És amikor sokaknak ez az első, talán legnehezebb. És egyébként érdekes, hogy az ügyfelek is folyamatosan arról beszéltek, hogy a bejutás. Hogy be kell jutni ide, be kell jutni oda, be kell jutni amoda. És akkor annyira ez megmaradt, hogy mondom, kell egy könyvet írni a bejutásról. Úgyhogy ez lett az első könyvem, hogy a bejutás. Akkor utána írtam. Aztán kedvet kaptál és megindult. Akkor igen, megírtam, de egyébként nem olyan nagyon nagy dolog könyvet írni. Ez is olyan, mint a hit, hogy sokszor nagyon sokan azért nem írnak könyvet, mert a tökéletes könyvet akarják megírni. És amíg nem lesz tökéletes, addig nem akarják megírni. És ezt én el tudtam engedni, mondom, megírom az első könyvet, olyan lesz, amilyen. Tehát, hogy biztos lesznek benne hibák, majd lesz jobb is. Úgyhogy elengedtem azt, hogy lehet, hogy nem lesz tökéletes, és így viszonylag gyorsan meglett, és végül is elég jó lett, tehát, hogy jó visszajelzés. Ez annyira jó, hogy ezt mondod, mert ez mindenre igaz, és pont az előző videókat vettük föl így a beszélgetésünk előtt, és pont erről volt szó, hogy a kész jobb, mint a tökéletes, ugye ez nekem az egyik kedvenc mondásom, és hogy tényleg ez akár videót nézzünk, hogy tényleg nem teszi ki valaki, mert még nincs kész, egy weboldalt, nem, igenis ki kell tenni azt, ami van, és így menet közben fejlődni. Tehát én abszolút ugyanezt egyetértek vele, hogy inkább a Ryan Holiday mondta azt, hogy inkább csinál minden évben egy könyvet, és az ötödik az jó lesz, mint hogy majd öt évente egy tökéleteset megpróbál. Igen. És sokkal jobb ez a technika, úgyhogy ez szuper. Ez. Meg úgyis lesz olyan, akinek nem fog tetszeni, persze, és aki visszajelez, hogy ő majd ez nagyon ez jó. Nem jó könyv, jó vagy nem tetszett. Úgyis lesz olyan, akinek nem tetszik, olyan nincsen, hogy mindenkinek tökéletes. Hát igen, meg tényleg a könyv annak ellenére, hogy picit azt gondolhatjuk, hogy már megy ki az olvasás a divatból, vagy a klasszikus papíralapú könyv, de mégis az egy presztízs, az feltesz téged arra a polcra, hogy te szakértő vagy. És onnantól kezdve azért az minősít, meg az pozícionál. Tehát, hogy azért ez egy személyes márkában nagyon-nagyon jó elem, hogy van egy könyv. Valahogy úgy van, hogy ha megfogja az ember a kezébe, akkor elhiszi, hogy abszolút, ez létezik. Igen. Ha ott van e-book formájában, akkor még nem hiszi el annyira, hogy elhiszi, hogy ott van, de még nem hiszi el az ügyfél vagy a vásárló, hogy ez valós. Tehát amikor oda mentem ügyfélhez, 2015-ben írtam a könyvet, amikor oda mentem egy ügyfélhez tárgyalni, és úgy mutatkoztam be, hogy letettem egy névegykártyát, meg hoztam egy könyvet neki. Akkor az nagyon jó pozícionálás volt, és úgy elég jól elindultak akkor a dolgok. Úgyhogy utána írtam a Láthatatlan meggyőzést, azt szerintem tartalmilag jobb könyv, mint a Bejutás. Ugye már tudtam, hogy kell könyvet írni, tehát egy jobb könyv tartalmilag, viszont mégis a mai napig azért a legtöbben a Bejutást veszik, mert hogy jó a címe. Tehát, hogy a könyv címében benne van az ügyfélnek a... Az pont az igénye. Igen, az ő igénye, és ezért többet adok el még a mai napig is a Bejutásból. Ha már bejutás, meg ha már döntéshozó pont, ugye B2B salesben én azt látom, hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy lövöldözünk össze-vissza, küldözgetünk e-maileket az infokukacokra, ami ugye elvész a végtelen tengerbe, de hogy nagyon nehéz megtalálni sok esetben a döntéshozót. Hogy erre szerinted mik ma a legjobb technikák? Akár a LinkedIn, ajánláskérés, egyáltalán milyen technikák vannak még, hogy elérjük azt, hogy olyannal tárgyaljunk, akivel érdemes tárgyalnunk egyáltalán? Amikor elkezdtem értékesíteni trénerként, akkor láttam, hogy telefonon, vagy tapasztaltam, hogy telefonon keresztül mennyire nehéz
fontos emberekhez eljutni, mert a recepciós az kapcsol ide vagy oda, uh-huh. vagy nem kapcsol egyáltalán, de mondjuk nagyobb cégeknél meg is van mondva, hogy döntést hozott, ne kapcsoljon. Uh-huh. Aztán én már egyébként 2010 óta használtam a LinkedIn-t, először álláskeresésre, és aztán 2013-ban elkezdtem így bejutásra is használni, elkezdtem nézni, hogy kit kell keresni az adott cégnél, mert rájöttem, hogyha fölhívom a recepciós, és azt mondom neki, hogy kapcsolja nekem, legyen szíves Kovács Gézát, akkor inkább végrehajtja, mint amikor elkezdek kérdezősködni, hogy ki, meg így. Tehát, hogyha határozom... Neki lenne kellemetlen már igen. az, hogy igen. És aztán egyszer csak látom, hogy ott van az a connect gomb, mondom, a LinkedIn-en mondom, ha már itt van az a connect gomb, miért nem nyomom meg, és miért nem itt kezdek el írogatni a célügyfélnek. Úgyhogy elkezdtem LinkedIn-en keresztül építeni az üzletet. Szerintem a LinkedIn egy nagyon jó módszer, ott vannak a döntéshozók, elérhetőek, mindenki gyakorlatilag egy gombnyomásnyi távolságra van attól, hogy mondjuk eljusson egy döntéshozóhoz. És félnek mégis bejelölni az embereket, mert azt gondolják nagyon sokan, hogy olyan, mint a Facebook, hogy ez egy ilyen privát szféra, persze. de közben meg mindenki azért van ott, hogy üzleteljen valamilyen igen. szinten. Igen, hát van lehetőség ott megfogalmazni egy első üzenetet, hogyha az érdekes, akkor visszaírnak, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem írnak vissza, vagy bezárkoznak, legfeljebb nem elég érdekes az, amit mond az abszolút. Értékesítő. Úgyhogy szerintem a LinkedIn a B2B szférán egy nagyon jó eszköz. Én nálunk a cégben szerintem a üzletek 78%-a a LinkedIn-en keresztül érkezik. De nem csak a LinkedIn létezik, tehát van más is, és nem mindenki érhető el a LinkedIn-en. Még szerintem a szakmai konferenciák, szakmai fórumok, ott, ahol az értékesítő célpiacának a főszereplői jelen vannak, szerintem ott is nagyon jól lehet még üzleteket vagy kapcsolatokat építeni, ott lehet beszélgetni, ismerkedni, és aztán hosszú távon majd ezek a kapcsolatok, ezek majd konvertálhatóak lesznek mondjuk üzleti lehetőségé. Szerintem ez is egy jó lehetőség. Beszéltünk ugye a salesnek az első lépéseiről, a bejutásról, a döntéshozókhoz, hogy hol is érjük el őket, és ugye említetted, hogy a zárása az nagyon sok embernek a mumus, hiszen ugye, hogyha már beletettünk egy csomó energiát a folyamatba, és mondjuk ott kapunk egy nemet, az mondjuk lehet, hogy még kellemetlenebb, vagy még kényelmetlenebb. Hogy van esetleg egy-két ilyen gyors tippet, hogy így a zárás kapcsán mire érdemes figyelni, amikor szeretnénk döntésre bírni valakit? Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy nagyobb arányban legyen mondjuk sikeres az üzletkötés a végén? Hát van persze. Az egyik szerintem, ami nagyon fontos, hogy az értékesítő megmerje kérdezni az ügyfelet, hogy szeretne vásárolni. Sokszor egyébként azon múlik, hogy egyszerűen nem kérdezi meg. Hogy miért? Mert hogy megvárja, hogy majd az ügyfél visszajelez, de hogy egy kérdésnyi távolságra van sokszor az értékesítő attól, hogy üzletet kössön. Ez az egyik. A másik, hogy a B2B világban azért nagyon sokszor összetett a döntési folyamat, többen vesznek részt a döntési folyamatba, ezért nehezebb is egy picit a zárás, mert nem mindig lehet tudni, hogy ki fog dönteni, miért úgy fog dönteni, ki fog még részt venni a döntésben. De hogyha az értékesítő ügyes, és amikor említettem az igényfelmérést, akkor ott felderíti azt is, hogy egyébként hogyan fog a cég dönteni, mi a döntési folyamat, kik azok az emberek, akik részt vesznek benne, akkor elő tudja készíteni úgy a zárást, hogy amikor oda eljut, akkor tényleg már csak meg kell kérdezni az ügyfelet, hogy akar-e vásárolni. És van egy harmadik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a megbeszélés elején, amikor még az igényfelmérés előtt, ott érdemes megbeszélni, hogy mik lesznek a folyamatnak a lépései. Tehát előre kell hozni az úgymond... Egy forgatókönyvet. Igen, egy forgatókönyvet, és előre lehet hozni egy részleges zárást. Úgymond, hogy megbeszélik, hogy amennyiben ez is ez van, és ez fog történni, akkor az lesz a következő lépés, hogy majd adok egy árajánlatot, és így meg úgy meg amúgy. A végén pedig azt várnám, hogy... és akkor megbeszélik, hogy hogyan lesz a zárás. És kérje az ügyfelet, hogy egyébként menet közben, hogyha úgy látja, hogy mégsem hasznos neki az a termék, vagy szolgáltatás, vagy megoldás, nyugodtan jelezze, mert hogy nagyon fontos, hogy őszintén beszéljenek. Tök jó. Tehát előkészít egy gyakorlatilag magadnak. Igen, a folyamatot ezt meg lehet beszélni az ügyfelekkel, és egyébként az a tapasztalatom, én is ezt a technikát alkalmazom, és azt tapasztalom, hogy az ügyfelek örülnek neki, mert tudják, hogy mi fog történni, és tudják, hogy mire számíthatnak. Ez szuper, és mennyivel másabb szerinted mondjuk ugye a B2B szélszel foglalkozol elsősorban, de mennyivel másabb ez, mint a B2C-tel, amikor végfelhasználóknak értékesítünk, vagy akár mennyire másabb az, amit te oktatsz az ügyfeleknek, és amin te saját magad keresztül mentél például a saját vállalkozásodba. Tehát mennyire más a két terület? Hogy a B2C mennyire más, mint a B2B? Igen. Alapvetően ez a... Mondjuk alapvetően igen.
Mert a B2B ugye egy összetettebb döntéshozatal van, míg a B2C, tehát hogyha ugye egy magánszemélynek vagy egy végfelhasználónak akarunk eladni valamit, ott azért sok esetben másabb, könnyebb, de nem feltétlenül lesz. Hogy látod ezt a kérdést? Szerintem az egyik nagyon fontos téma az az érzelmeknek a kezelése és az érzelmeknek a menedzsmentje. Ugye mondják is, és sok helyen is lehet olvasni, erről is egyet is értek maximálisan, hogy az emberek nagy része, nem tudom, 98%-a érzelmi döntést hoz, legfeljebb talál rá egy logikai magyarázatot. Igen. És ezzel maximálisan egyetértek, és a lakossági szférában ez biztos, hogy érvényes. Ugyanakkor a B2B világban, ahol összetett a döntési folyamat, ott megpróbálják ezeket az érzelmi dolgokat kikapcsolni, főleg, hogyha nagy értékű beruházásokról van szó, és éppen ezért vonnak be több embert a döntéshozatalba, ne legyen, de egyébként mindig van egy olyan ember, aki jobban akarja azt a projektet, vagy azt a terméket, vagy a megoldást, mint a többiek, és megpróbálja a többieket egyébként befolyásolni, vagy meggyőzni arra, hogy legyen döntés. Annál az embernél általában számítanak az érzések, és érzésből akarja a döntést meghozni, viszont a többiek nem kapcsolódnak érzelmi szinten ahhoz a megoldáshoz, és innentől kezdve egy ilyen egyensúly van az érzelmi és a logikai döntés között. És ugye a másik, hogy a B2B világban ugye nagyon sokszor előfordul a több személy, több körös, több személyes tárgyalás. Uh-huh. Tehát, hogy ott van egy beszerző, ott van egy döntéshozó, ott van egy szakember, és ilyenkor egy ilyen tárgyaláson képviselni kell az értékesítőnek a saját cégét, tudnia kell kommunikálni a beszerző nyelvén, tudnia kell kommunikálni mondjuk a szakember nyelvén, meg tudnia kell kommunikálni a döntéshozó nyelvén, mindezt egy helyen, egy időpontban, egy megbeszélésen. És azért ez egy picit más, mint amikor mondjuk egy ilyen magánembernek akarunk egy szolgáltatást vagy terméket eladni. Nincs annyi nézőpont, vagy annyi szempont. Nincs annyi nézőpont, nem kell ennyi szerepet felvenni az értékesítőnek, és egyszerűbb a folyamat is. És már mondtad az elején is, ugye, hogy sok személyes tárgyalást vagy videóhívást egyeztetünk az ügyfele, és ugye hát ez a 2020-as év, ez ugye pont erről szól, hogy a Zoom részvények azok kilőttek az egekbe, meg a hasonló megoldásoknak az árfolyamai, hogy látod, hogy mennyire lehet ugyanazt megoldani mondjuk videóban, vagy mire érdemes mondjuk videóban jobban figyelni, vagy mennyire befolyásolja mondjuk ez az egész világ a sales folyamatot, és hogy lehet ezt átültetni mondjuk az online térről? Aha. Hát szerintem ugye a videóhívás alapvetően rövidebb, mint egy személyes találkozó. Aha. Tehát hogyha csinálnak egy statisztikát, akkor azt látnánk, hogy nagy átlagban a videóhívás mondjuk 20-30 percig tart. Előfordul, hogy tovább húzódik, de egyébként 20-30 percig tart egy videó találkozó az ügyféle nagy átlagban. Egy személyes találkozó általában 45 perc, 1 óra a B2B világban. Na most gyakorlatilag az alatt a 20-30 perc alatt az értékesítőnek mit kell csinálni, egyrészt pozícionálnia magát, megismerni az ügyfelet, valamilyen megoldás javaslatot felvázolni, megbeszélni a következő lépéseket, és ugye a videó találkozó egy picit személytelen, az értékesítő nincs ott a helyszínen, nem érzi az ügyfélnek a rezgéseit, tehát ezt meg kell oldani a videóban. És ez egy feladat. Kihívás, van benne kihívás. Egyébként megvan az, hogy szerintem mit kell tenni az értékesítőnek megbeszélés előtt, megbeszélés közben, megbeszélés után. Tehát ez ugyanúgy, mint személyes találkozónál, ezek ugyanígy megvannak. És ha ezekre odafigyel, egyébként az egyik szerintem nagy hiányosság, hogy az értékesítő azt gondolja, hogy attól, hogy ő egy videó találkozón vesz részt, attól még nyugodtan lehet rossz a kamerája, rossz a mikrofonja, rossz a kihangosítása, lehet nyugodtan a fején egy ekkora fülhallgató, hiszen videón jelentkezik be, és hát valószínűleg az ügyfél is ugyanígy fog kinézni. Na most a videó találkozón meg nem, mert hogy lehet, hogy az ügyfél ilyen nagy fülhallgatóval van a fején, és otthon egy abszolút rossz minőségű, nem tudom, laptop kamerával veszi az adást, viszont azt észreveszi, hogyha az értékesítőnek a kamerája rossz, kihangosítása rossz, nem úgy néz ki, tehát szerintem az értékesítőknek mindenképpen erre rá kéne, vagy be kéne fektetni abba, hogy legyen normális kamera, normális kihangosítás, normális háttér, normális megjelenés, mert az első pozícionálás. Abszolút. És ugye szokták mondani, hogy nem tudom, az első 10 másodperc hatása, vagy 8, vagy 7, vagy ki mennyit mond,
De hogy bejelentkezik az értékesítő, és azt látja az ügyfél, hogy itt van egy profi, tök jó kihangosítása, tök jó képpel meg minden, az rögtön bizalmat épít. Jó, ez annyira jó, hogy mondod, igen. És egyébként erre meg nagyon sokan nem figyelnek. És ebből már ki lehet tűnni, igen. És ebből már, tehát hogy egy ilyen apró dolog, hogy meg ez ugyanaz, mint hogy személyesen felöltözöl, és pontos vagy, és ápolt, és stb. Ugyanez, hogy ez az igényességnek most a fokmérője, igen, hogy odafigyelsz ezekre a dolgokra. Ez nagyon jó. Hát bár ettől függetlenül én nagyon bízom benne, hogy visszáll azért a régi világ, és lehetőleg személyesen rendezvényeket csinálni, és személyesen kapcsolódni. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a hullám azért hozott egy olyan fejlődést, hogy hirtelen most mindenkinek elfogadott lett, hogy videóhívás, és ezért utaztunk régen rengeteget, most meg én azt mondom, hogy az első csekkolása például tök jó, az első kapcsolatfelvételre. Utána persze találkozunk személyesen, viszont nagyon-nagyon hatékony, sőt még bele is lehet abba csúszni, hogy reggel 8-tól este 8-ig be vagy oszta fél óránként, igen. Tehát azért kicsit túl lehet most így tolni szerintem a munkát is ezáltal, de az biztos, hogy megvan benne a hatékonyság, bár nem annyira személyes, de... Egyébként tudod, mire jöttem rá? Könnyebb videótalálkozóra időpontot egyeztetni, mint személyes találkozóra. Tehát nem akkora nagy komfortzónán kívüli kilépés belőle. Ha mondasz valami érdekeset az ügyfélnek, akkor csak lesz rá 20 perce, hogy meghallgasson. Abszolút. Az, hogy személyesen oda kimenjél hozzá, és ott üljél nála egy órát mondjuk, arra nem biztos, hogy van ide. De az, hogy te 20 percre bejelentkezel egy videokonferenciára, ami után ő eldönti, hogy ez érdekes neki vagy nem, erre szerintem erre nagyon sokan hajlandóak, és könnyebb videóra egyeztetni időpontot, mint amúgy személyes találkozóra. Ez is igaz. És abszolút. A videót még mindig lehet upgrade-elni, különben személyesre fölhívod előtte az ügyfelet, hogy figyelj, lesz egy másik tárgyalásom, nem tudom, a városban, a környéken. Ha gondolod, akkor be tudok menni személyesen, aztán majd eldönti, hogy... Ugye, hogy menet közben megvan már az időpont a videóra, és azt lecseréled. Lecseréled, mondjuk 14 órakor van a videótalálkozó, 11 órakor telefonálsz, hogy egyébként a belvárosban vagyok, nem tudom, melyik cégnél van egy tárgyalásom, ha gondolod, be tudok menni személyesen, de a videó is teljesen jó nekem, ahogy csak ez egy lehetőség. És az ügyfél megmondja, hogy igen vagy nem, és akkor fel lehet upgrade-elni. Úgyhogy ez is egy ilyen, zseniális. De amúgy csomó újdonság. Na, nagyon kíváncsi, meg is hoztad a kedvem amúgy. Hol vagy elérhető, meg milyen programjaid lesznek most így a közeljövőben, illetve tényleg ez a járványhelyzet mennyire befolyásolta a tevékenységedet, és hol vagy elérhető? Kezdem az utolsó kérdéssel, hogy a járványhelyzet. Amikor márciusban ugye kijött a Covid, kijött a karantén, akkor picit szerintem szerencsés helyzetben voltam, mert én előtte már tartottam online tréninget, LinkedIn témában egyébként, és nagyjából megvolt az eszközrendszerem, hogy ezt hogyan kell csinálni, és nagyon gyorsan átálltam. Tehát hogy legtöbb ügyfelem azt mondta, jó, hát most akkor eddig halasztjuk majd a képzést, majd lesz később, tehát ott ültem, hogy akkor mit fogok csinálni. Viszont elővettem az online tréningeket, volt kész eszköztáram, úgyhogy azokat elkezdtem nyomni gőzerővel. Úgyhogy így indult. Volt személyes azóta? Vagy csak online volt, most már? Volt azóta. Azért. Ugye nyáron elindultak, megint elindultak a tréningek, és az összel is volt olyan, ami személyes, de most ugye megint főleg online tréningeim vannak. Hol vagyok elérhető? A www.mateohabert.com-on. Tehát ez azon az oldalon ott vannak a könyvek, online tréningek. Meg a LinkedIn-en. Meg a LinkedIn-en is, igen, mindig posztolom, meg javaslom, hogy... Berakjuk majd a videó alatti leírásba ezeket a linkeket, meg fogjátok találni. És nyugodtan be is lehet jelölni mindkettőnket, ugye a LinkedIn-en? Mert arra való az a felület, hogy kapcsolódjunk és ismerkedjünk. Jól láttam azért neked is, most már elég sok kapcsolatot gyűlt össze ott. Szépen mész előre. Szuper. Van-e bármi, amiről nem beszéltünk, de fontosnak tartod? Nem tudom. Elég jól bejártuk azért az egész útját a salesnek. És akkor igazából én azzal zárnám, amit mondtál, ugye, hogy a hit számít, meg hogy bízunk magunkba, és igazából ezt fejlesszük, hogy elhiggyük azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy le tudunk ülni igenis azzal a döntéshozóval tárgyalni, és egy szinten tudunk mozogni velük. Hát mondjuk a kitartás fontos, tehát hogy kellenek néha a kudarcok, meg a pofonok, mert azokból tanulunk. Tehát az, hogyha mindig sikeresek vagyunk, mindig eladunk, és mindig jól megy az értékesítés, akkor mindig, tehát abból nincsenek komoly, komoly leckék. Tehát a komoly leckéket egyébként szerintem akkor kapjuk, amikor van egy nagyobb sikertelenség, vagy egy nagyobb kudarc, akkor abból többet tanulunk, mint amikor minden jól megy. És én azt szoktam mondani, hogy kezdővállalkozóként is szerintem ez az egyik legfontosabb készség, a kommunikáció, sales, értékesítés, mert azért, ha belegondolunk, elkezdünk vállalkozni, biztos, hogy el kell adnunk valamit, magunkat, a termékünket, a szolgáltatásunkat, de azzal indul, hogy el kell adnunk és ügyfelet kell szereznünk, bármit csinálunk.
És én azt gondolom, hogy én ezt írnám föl receptre mindenkinek, hogy fejlessze a kommunikációs értékesítési marketing készségeket. Mert ha nincs ügyfél, akkor kudarcaim van, akkor nincs cashflow, és nem indul be az egész, nem tud haladni előre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon hasznos volt, úgyhogy további sok sikert akkor is. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, és jövünk hamarosan a 100. interjúval, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!